Gól! Igazi élménypontot szerezni, a támadást eredményesen zárni együttműködő csapatmunkával. Nagy ügyességet igényel a labdavezetés és kezelés. A gyerekek élvezettel suhintják meg az ütőt, a koppanások, csattanások messzire elhaladszanak. Sok érmünk van már, mert már negyedszer voltunk Szlovéniában, és ott onnan már 5 érmünk van, mert egyszer eltévesztették az eredmény hirdetést, és akkor utána küldték az ezüstet, de nagyjából mindig a dobogon végzünk. Második helyet értünk el, de még voltunk 4 éve járunk oda, és akkor így voltunk már harmadik, első, második. Még, tehát nagyon jók vagytok így röviden. Persze. A csapat edzéseire mintegy 50 gyerek és fiatal jár. A klub önfenntartó, a szülők saját költségen vesznek felszerelés gyerekeik számára. A tagdíjból fizetik a pályabérlését, mondta Harasztkó Gábor segédedző. Sokan vagyunk, az utánpótlás mindig jön, a kisgyerekek egyre többen vannak, mert tetszik nekik a sport. És ahogy párnál elkezdtek járni, ahogy mesélik, és egyre többen eljönnek is, egyre többen vagyunk, úgyhogy nagy az igény. Sok a fiatal, a felnövekvő kis csillag és reménység a csapatban. A 10-től 16 éves korosztályban nincs versenytársuk az országban. Ahhoz, hogy komoly csapattá válhassanak, nagy pályára lenne szükségük, jelenleg viszont egy kicsi pályán edzenek. Kérésükkel az önkormányzathoz fordultak, válasz azonban még nem érkezett.